az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, szeptember 20-án, ezen a napon ünnepeljük Kimtégon Szent András áldozópapot, Csongha Sang Szent Pál és társaikat, koreai vértanúkat. A róluk mondott szentmisét elhunyt Lászlóért, férjért, apáért, nagyapáért, dédapáért mutatom be. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és készüljünk föl a szentmise áldozatnak a vételére. Gyógyom a mindenható Isten és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvösséget egy csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, meghívtad a katolikus hitre és vértanúit Szent András áldozópap, Szent Pál és társaik dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is, mint halálig, álhatatossá parancsai teljesítésében. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyetek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek. Sőt, még hamis tanúnak is bizonyulunk Istennel szemben, mert azt állítjuk Istenről, hogy ő feltámasztotta Krisztus, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg.
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomban méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, Uram. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, Uram. Hallgass meg, Uram, igaz ügyemet, figyelj könyörgő szavamra, fogadd el imámat, hajha nem mond hamisságot. Betölt engem színed látása, mert te meghallgatsz engem. Fordíts felé füledet, és hallgasd meg ajkam igét. Csodálatos irgalmadat mutasd meg, mesd meg az ellenségtől azokat, akik jobbodban bíznak. Betörd engem színe, azonban igazságban látom meg arcodat, midőn felébredek, betölt engem színed látása. Betölt engem színed látása, midőn felébredek, az Úr legyen veletek! Jézus könyvéből, abban az időben Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki, Johanna Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Isten uralma, abból a meghívásból áll, amelyet valamennyünknek, férfiaknak és nőknek ad Isten,
Jézus Krisztus által, és ebben a meghívásban mi meghallgatást nyerünk, elfogadást nyerünk Istentől. Már itt a földön, és különleges módon nyilván a mennyek országába. Ennek az evangéliumi részletnek, de nyilván több hangsúlyos részlete van. Az egyik ilyen részlet az, ugye a férfi és a női szerepről szól. Ugye sokan gondolhatják úgy, vagy divatos ma úgy gondolni, hogy előkelőbb mondjuk ördögöket űzni, mint mondjuk a Jézust vagyonból támogatni, vagy pedig kísérni őt és ellátni dolgokkal, ami egy női szerep, ugye, olvasván ugye az Új Szövetségnek a sorait. Hát ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Tehát a boldogságos Szűz Máriának nagyon fontos szerepe volt Jézus Krisztusnak az életében, ami nagyon is, hogy egy női szerep volt. Azért ezt nem szabadna elfelejteni. Férfi és nő személy méltóságában egyenlő, és ugyanakkor adottságaiban megvalósulásában különböző. Mind a kettő férfi és nő egyaránt ember, de ezzel együtt az emberségen belül férfiakra és nőre jellemzően van férfiasság, van nőiesség. Avval együtt, hogy ez egy emberségben valósul meg, de vannak férfiak és vannak nők emberként. Nyilvánvaló ez az egység, az tehát nagyon sok mindenben nyomon követhető, vagy tetten érhető. Nyilván abban, hogy férfi és nő egyaránt szabadságra teremtetett, és nyilván szabadon választhat. Mind a kettő szerethető és szeretni képes, mind a kettő ugye egyedi, tehát individuum, soha nem volt olyan ember, amilyen én vagyok, és soha nem lesz, miután én meghaltam itt a Földön. Tehát, hogy ez az egyediség is mind a két emberre, ugye férfira és nőre jellemző. Ugyanakkor vannak például az élethez való viszonyban másfajta megközelítések. Tehát a nő az életnek az adója és a táplálója, a férfi pedig az életnek a védelmezője. És ez egy családon belül igaz természetesen. Ugye, amit Jézus itt hirdet, ugye ezt érdemes újra és újra talán egy kicsit úgy megforgatnunk magunkban, ezekkel az emberekkel együtt, férfiakkal, nőkkel, tanítványokkal együtt megy, ugye városról városra, és amit csinál, mi az, hirdeti Isten országát. Ez az Isten országa mi is tulajdonképpen. Ugye Isten akarata és Isten uralma, ami meg fog valósulni, és minden teremtményre kiterjed, ez már most is így van amúgy, de hogy ez akkor majd, amikor ez az ország eljön, ez a királyság eljön, ez minden szempontból mindenki számára egyértelmű és világos lesz. Most nyilván ebbe ugye bele kerül ugye a hitnek a kérdése. Az Isten országa az, amely minden boldogságnak, minden emberi boldogságnak a foglalata. Nem egyenlő az államisággal, egy olyan állammal, amiben mondjuk élünk, és nem egyenlő, nem egyenlő a fönnálló egyházzal sem. Nyilván ez a királyság, ez egy egészen másfajta létrendnek a világa. Teljesen világos, hogy mindaz, ami itt van a Földön és körülvesz minket, nyilván ez Jézussal együtt, Jézus kegyelmével, Isten kegyelmével hozzásegít majd minket ehhez az uralomhoz, ebben az uralomban való részvételhez. Nincs még itt, tehát hogy majd el fog érkezni, és hogy ezért imádkozni kell, imádkoznunk kell. Mindenkinek imádkoznia kell, és ugyan magában a mi atyánkban is ugye olvasunk erről sort, magában a mi atyánkban is benne szerepel ez, tehát ugye jöjjön el a te országod, és nyilván ezt mi egy imádságban fogalmazzuk meg ezt a mondatot.
Nagyon fontos még itt egy picit elgondolkozni azon, illetve sok minden el lehet nyilván gondolkozni ezen ennek a néhány sornak az olvastán is, de Jézus együtt van emberekkel, és hirdeti Isten országát. Ő beszél, és nyilvánvalóan meg is hallgat másokat, meg is hallgat minket, embereket. Nyilván nem azért, mert ő olyan módon szorul rá tudásra, mint az ember. Nyilván ő emberségében is Isten ember, tehát teljesen ember és teljesen Isten. De hogy ugye itt érdemes egy picit újra elővennünk az, hogy az imádságra nem az Istennek van szüksége. Tehát Isten tud rólunk, tehát nekünk nem azért kell elmondani a dolgainkat, hogy az Istent arról értesítsük egy hírmondóba, hogy most akkor velünk ez a helyzet, ő tud mindent. Nekünk fontos az, hogy elmondjuk azt, hogy mi van velünk, és ezt ő meghallgatja. Tehát, hogy akkor, amikor ugye arról olvasunk, ugye a Szentírásban, hogy ő ördögöket űz, meg hogy meggyógyít, akkor ebben nyilván benne van ugye az a figyelem, amivel ő felénk fordul. Tehát, hogy volt, amikor hirdetett, és volt, amikor hallgatott. Volt, amikor meghallgatta az ördögtől megszállottak rokonainak a elbeszéléseit, és volt, amikor meghallotta a gyógyulásra szorulóknak, a gyógyulást kívánóknak ugye a szenvedéseit és nyomorúságát. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hűségessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztossága. Vértanúidért, akik mint halálig hűsések maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Tanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét Szentvéredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be László testvérünket örök országodba. Urunk, adj egyházadnak és rendünknek szent szerzetesi papi hivatásokat. Kérünk téged, válasz minket. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk, állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Tekints kegyesen néped adományaira, mindenható Istenünk, szent vértanúit közbenjárására, tégy minket is előtted kedves áldozattá, az egész világ üdvösségére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert a korai vértanúk hitünkért vérüket ontották, a megváltó nyomába léptek, kegyelmet csodálatos erejét hirdették, mely gyöngeségében is hűsi avatja értett szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre adott néki Krisztus a mi Úrunk által. És ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Thank you.
A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyh az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Alámod a kétrekjük úrunk, és hitel vagyunk föltámadásodat, ami ellen ülsz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, hogy gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesünk. Sedd szíveden egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, Gábor, Kornél és Balázs segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Úrunk, László szolgádról, akit magadhoz szólítottál ebből a világból, add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fia föltámadásában is. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, a szent apostolokkal, a koreai vértanúkkal, első remete Szent Pállal, rendünk pátriárkájával, Boldog Özséb atyánkkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
meg, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békséget hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Így a terekedtel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt, mondja az Úr. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen. Ne hagyd híveit.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Szent Vértanúk emléknapján az erősek kenyerével tápláltad lelkünket. Alázatosan kérünk ad, hogy Krisztushoz hűségesen ragaszkodjunk, és a világ üdvözítésén fáradozzunk egyházadban, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldása. Imádkozzunk a páros rend szándékára, édes magyar hazánkért, szerzetes hivatásokért, a világ békéért, a járvány elmúltáért. Oltalmad alá futunk. Istennek könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szokszólunk. Engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértésé ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek veszélyre körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.